Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt a zsidó tömeghez: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik, örökké élni fog. Az a kenyér, amelyet én adom, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ezt testét eledelül nékünk. Jézus így felelt nekik: bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, melyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igény. Per evangelika dita. Szeretett testvéreim! Nem kedvelem a szubjektív predikációkat, mert nekünk Krisztust kell hirdetni, nem önmagunkat. Remélem, hogy most sem terellem el figyelmeteket Krisztusról, aki hozzátok akar szólni. Amikor megemlítem, hogy készülve erre a predikációra, a második törvénykönyvből fölolvasott részben magamra ismertem. Gondolj vissza az egész útra, amelyet az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában. Az idén leszek 40 éves pap. Ezzel ne éljetek vissza, senki ne köszöntsön, főleg ne gratuláljon, egyedül Istennek gratulálhat, aki elfogadott engem, és elviselt. Gondolj vissza az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában. Igen, a pusztában. Mert ez a világ nem a végső hazánk. Vándorok és jövevények vagyunk. Naponta át kell ezt érezni. Jóisten egy kegyelmet megadott, sokat, de ez nagyon nagy. Soha nem kívánkoztam vissza. Soha. Mint ha kitörölték volna az eszemből Esztergomot, Széchenyt. Soha. De mi már nem Izrael útjait járjuk, hanem a két Emmauszi tanítvánnyal együtt megyünk, akik mellé odatársult a föltámadt Jézus, és mi is felismertük őt a kenyértörésben, a szent misében. Engem arra választott ki, hogy Isten zarándokútól levő népének a kenyértörés, a szent mise vigasztalását adjam már 40 év óta. De azért ez a világ, ez a pusztaság, amelyben az örök haza felé vándorulunk, a próbatételek sorozata. Ezért olvassuk tovább, a pusztában vezetett, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e parancsait, vagy sem. Isten ismeri a szívünket. Nekünk akarja bemutatni azt, amit magunkról se hiszünk el,
hogy az ő kegyelmével hűségesek tudtunk maradni. Megsanyargatott, mit jelent ez? Hagyta, hogy éhez, és hogy szomjaz. Nem csak a pap életének lényege az éhezés és szomjazás Isten után, hanem a tiéteké is. Vagyis egy beteljesületlen élet. Csak egy elfogadott, beteljesületlen élet tud teljessé lenni. Hiszen az örök főpap, amikor megkezdte a megváltás művét, és Galileában és Jeruzsálemben többen hittek neki, ez szét lett roncsolva. A kereszten végezte. De mivel átadta ezt az ügyet az atyának, az utolsó szava az, hogy beteljesedett. Tehát az átadott töredékes életünk, az beteljesedik. El kell viselni, hogy a világban vándorként a szívünkben egyfajta üresség van, amely csak Isten tud betölteni. A házasság se arra való, hogy azt az űrt betöltse, hanem inkább kiművelje, ahol Isten lakik a szívedben. Ezt olvassuk, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mert Isten szájából származik. Istenem, micsoda frontális ütközés ez a mai életszemlélettel. Amikor csak kenyérből akar élni az ember, ebből a világból, és ezért még ebben a világban is vonszolja magát. És hogy a kősziklából, amelyről Szent Pál azt mondja, hogy Krisztus, élővíz forrásai fakadnak. Ezt látom 40 év után. A pap egy bizonyos éhséget és szomjúságot hordoz a szívébe, és nagyon kérem, hogy egyetlen paptól se vegyétek el ezt a szomjúságot. Ez azért kell, hogy megtudja minden pap, hogy nem ő a forrás. Hogy őt Isten eteti és itatja, hogy nem csak pásztor az egyetlen pásztorban, hanem bárány is az egyetlen bárányban. Azt tud jó pásztor lenni, aki jó bárány. Mert tudja, hogy hol van a jó legelő, és oda vezeti őket. Nem traktálja őket egyházi mesékkel, nem szórakoztatja aktualitásokkal, hanem azt a jó legelőt, amelybe beleharaptam, amely éltet, oda vezetlek benneteket. Erre kellene nevelni a szemináristákat. Új szemináriumok kellenek. A régiek nem jó. Nem főiskola. Az egy része. Hanem az a fiatal ember ki tudja művelni magában az Isten utáni szomjúságot. És ugyanakkor a hívek szívéért is felelős a pap. A hívek szívét éhezővé és szomjúhozává kell tennie, vagy helyesebben rámutatni arra, hogy van bennetek egy nagy szomjúság, amelyet legyetek szívesek. Nem oltani ennek a világnak a ciszterna vizével, és nem betömni minden élvezettel, nem elkábítani ezt a szomjúságot, hanem kibírni, mert Isten legnagyobb ajándéka, ha valaki szomjazik az Istenre. Ez az életszentség kezdete. Egy új aszketikát kellene írni, egy új keresztény életet, ahol mindaz bűn, ami eloltja ezt a szomjúságot, még akkor is, hogyha nem bűn, és mind az erény, amely föltépi szívünkbe, szívünk mélyén ezt a szomjúságot. Ha így vezettettünk a szolgaság házából, mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, akkor a mérges kígyók és a skorpiók nem árthatnak nekünk, ha szomjazunk az Istenben. Vagyis a világ mérgezése nem lesz halálos. Nem tudja kioltani, nem tudja érzésteleníteni az emberi szív vágyakozását. Testvérek, talán nem is a bűnök, egyes elesések az, ami nagyon árt, hanem amikor azt kezdi mondani valaki, hogy a bűn az nem bűn. Ez a mérgezés.
Hát köszönöm, Uram, hogy minden méltatlanságom, gyarlóságom, bűneim ellenére nem engedted, hogy a szívem jól lakjon azzal, ami nem te vagy. Még egyházi karrierrel sem, semmivel. Imád 40 év végére jutva, mi lesz tovább? Az Úr kezébe vagyok, egyet mondhatok. Az eukarisztia, az oltári szentség és az ige volt az éltető eledelem, és a szomjamat oltó vizem. Egy megrendítő bizonyságról tudok neked egy tanúságot tenni. Minden mögött ott volt a Szent Háromság egy Isten. A bűneim, azaz életem repedései, ott pedig élesen besugázott az irgalmasság. Életem sűrűbb szövete, amelyet úgy látszott, hogy én alkotok meg, oda pedig finoman belesződte az ő jelenlétének mindent összetartó szálait. Az apostolok a Szentlélek eljövetele után döbbentek rá az oltári szentségre. Ha Krisztus föl nem támad a halálból, és a Szentlélek el nem jön, soha nem lesz szent mise. Hallották azt a megdöbbentő szót, ez az én testem, és ez az én vérem. Megdöbbenve és tisztelettel átvették, bár nem értették. Mindent megjegyeztek, de semmit sem értettek. Pünköskor megértették. Nem csupán a vétel pillanatában van velünk. Nem. Ebben nincs igaza Luthernek. Téved. Hiszen az őskeresztények félretették az oltári szentséget, hogy elvigyék a börtönbe sínlődő keresztényeknek, vagy a haldoklóknak. Hát közben nem változott vissza kenyérré, akkor meg amikor magához vettek, nem változott vissza oltári szentségé. Ezek túl súlyos szakadások. Ez egyszerűen, ez a tanítás nem igaz. Ugyanabból a Krisztusból, a föltámadt Jézus életéből akarták részesíteni azokat, akik a misén nem tudtak részt venni, nem azért, mert dolgoztak, mert az első 500 évben, aki nem járt vasárnap misére, az nem volt keresztény. Nem volt kötelező a vasárnapi mise, ez már nagyon nagy zuhanás, hogy kötelező. Mit mondanának az apostolok? Ez nektek kötelező? És tudtok enélkül élni? Az eukarisztia által a föltámadt Jézus halálának misztériumába belevonja, és föltámadásának életébe bele akarja vonni a mi életünket, illetve ő lép be a mi életünkbe. Ahogy mondja, én ti bennetek, ti én bennem, én az atyába, az atya bennem, és hol marad a Szentlélek? Ez a szentséges nagy ban benn. Az eukarisztia Isten legvégső tette és adománya erre az életre, a pusztai vándorlásra, amelyben a végső ígéret földje felé megyünk, ahol majd Isten lesz minden mindenben. Nem csak velünk akar lenni, mint ahogy volt titokzatosan 40 éven át a pusztába vándorló zsidókkal, hanem bennünk akar lenni. Nem csupán felismerni kell jelenlétét és elismerni, vagyis imádni, ez kedés, hanem venni és enni. Befogadjuk saját életünkbe, személyünkbe, mert nem a gyomromba megy a szentség, hanem oda, ahol azt mondom, hogy én velem akar lenni. A földi táplálékot földolgozza a szervezetünk, és szellemi életünknek is anyagává teszi, hogy az én, amely ott van az agy mögött, tudjon működni, ő pedig a szellemi énünkbe jön be, hogy majd a testünket is átalakítsa az utolsó napon. A keresztény életben minden csak készülődés lehet erre. Christianus sum, nem keresztény, hanem krisztusi vagyok. Így nevezték először a keresztényeket. Kicsi Krisztus, beengedem oda, ahol én vagyok, és a Szent Mise elmúltával ez nem múlik el. Bevonja életemet az ő életébe. Minden bevon, egyet nem tud vele vonni, a bűnt. De azt is magára vette és megbocsátja. Belevonja az életemet az ő életébe. Így a keresztény pusztai vándorlás bizonyos szempontból
már nem hasonlítható a zsidók pusztai vándorlásához, mert az Úr lett valóságos ételünk és italunk, személyes léte itt van bennünk. Tehát a Kánaán bennünk van, az örök élet kenyere, a mennyország, és milyen szép így az élet. Az Eukarisztia teszi a keresztény életét boldoggá, még ha sír is. Gazdaggá, még ha szegények is vagyunk, jól lakottá, még ha éhezünk is. A nyolc boldogság érthetetlensége az Eukarisztiában élhetővé válik. Isten képes adni valamit, ami minden. És Isten soha nem akar adni önmagáért valamit, hanem végül is magát akarja adni. Már nem tudok úgy visszagondolni a 40 évre, hogyan az történt. Az, ami történt, az csak nyersanyag az életünknek. A megértése annak, ami történt, az a történelmünk. Most már az oltárgyertyák folyamatos lángolása átalakít mindent. Hibáimat, bűneimet, sötétséget nem számít. Egy összefüggő fényfolyam lesz, mint Lourdesban, az esti gyertyás körmenet. Egy hatalmas sötétségbe a kigyulladt oltárgyertyák. Még vándorlunk, de már megérkeztünk. Az Úr felmutatás perceiben nincs kétség, nincs kérdés, nincs fájdalom és szenvedés, nincs gyász, nincs halál. Ott már Krisztus minden a mindenben. Amen.